A Talmud Bává Möciá traktátus 16-os lapját fogjuk tanulmányozni, és a 15-ös lap alján tartunk, és továbbra is azt a témát feszegetjük, hogy mi van akkor, hogyha valaki eladott egy olyan ingatlant, ami nem is az övé, egy színlelt szerződéssel, vagy egy színlelt eladással, és ugye ebben az esetben, hogyha jön az eredeti tulajdonos, és visszaköveteli a saját ingatlanját, akkor ebben az esetben a rászedett, becsapott vevő visszamegy a tolvaj színlelt csaló eladóhoz. Most a Talmud ugye ezt részesen kifejtette az előző lapon, és most pedig egy új kérdést, a történetem még egy csavaró kérdéssel folytatja a 15-ös lap alján. Bamine Smuel Ráv. Smuel a következő kérdést tette fel Rávnak ennek kapcsán. Hazavelek a hami bányameli söjni mául. Mi van akkor, hogyha a tolvaj, aki eladta az ingatlant a rászedett vevőnek, ezek után elmegy az igazi tulajdonoshoz, és megveszi tőle az ingatlant. Akkor ebben az esetben mi a szabály? Úgy jár-e el a tolvaj, mint hogyha ő lenne az eredeti tulajdonos, és ezért visszaveheti az ingatlant, amit korábban csalással adott el a vevőnek, most visszaveheti a vevőtől, vagy nem veheti vissza a vevőtől, és ezzel, hogy ő megvette az ingatlant a valódi tulajdonosától, az ő csaló eladása is érvényessé válik visszamenőleg. Amelei mámohalérisén lesényi konszkusi tavalyi adai. Azt mondta erre Ráv, nem veheti vissza. Miért nem? Mert amikor először eladta, még csalással először eladta a rászedett vevőnek, akkor azt mondta, vagy az van az ilyen adásvételi szerződésekben, hogy minden jog, ami a ingatlannal jár, azt eladja neki. Magyarul, ha minden jog azzal jár, azt jelenti, hogy minden jog, ami a jövőben ezzel jár, azt is. Tehát akkor is, hogyha most például nem érvényes még az eladás, hiszen nem a sajátját adja el, de a jövőben, ha érvényessé válik, akkor ezzel a mostani szerződéssel az eladás várjon a jövőben is érvényessé. És ezért nem veheti vissza tőle az ingatlant, hanem azt mondjuk, hogy az eredeti eladás válik érvényessé. My time mi ennek az oka? Tulajdonképpen mi a mélyebb oka ennek, hogy nem kérheti vissza, nem követelheti vissza az ingatlant, mint az ingatlan jogos tulajdonosa. Már Zutra szerint azért, mert tulajdonképpen a csalónak, eladónak is érdeke, hogy ne nevezzék őt tolvajnak, és így tulajdonképpen rendezze a korábban csalással történt tranzakciót, kisimítsa, és innentől fogva már nem fogják tolvajnak nevezni, úgyhogy minden rendben van. Vási már Nihalejde Leikubehamenuszei. Vási hasonló magyarázatot mond, meg azt mondja, hogy a csalónak érdeke, hogy egy hiteles embernek tekintsék őt. Májben álljunk, mi a különbség a két magyarázat között? Iküdőben eljó, de miszlekejach. Az egyik lehetséges különbség az az, hogy ha mondjuk meghal időközben a vevő. Mándal már néhelédelejékre igazlan, a miszlej. Azt szerint a vélemény szerint, amelyik szerint az az érdeke a csaló eladónak, hogy ne nevezzék őt csalónak, nevezzék tolvajnak. Hát ugye most akkor már meghal a vevő, tehát akkor már nincs, aki tolvajnak nevezze. Mándal már néhelévelikum emenuszei, behadibné nami, néhelévelikum emenuszei. Viszont azt szerintem a vélemény szerint, ahol az a lényeg, hogy ő tulajdonképpen hiteles embernek tekintsék, hát ez az érv továbbra is fennáll, hiszen mondjuk a vevő, időközben meghalt vevő fiai szemében, meg úgy általában megmaradjon úgy, mint hiteles ember. Azt mondja, Talmud szép karulév nélök járkaszlana. Szerintem, na jó, de tulajdonképpen az első magyarázat szerint is, hogy nem akarja, hogy tolvajnak nevezzék. Hát lehet, hogy a vevő nem nevezi őt már tolvajnak, mert meghalt, de a fiai továbbra is tolvajnak fogják nevezni. Tehát ez nem egy jó érvít, hogy akkor ez a magyarázat, vagy ez az érv már nem áll fenn. Ella ikebben nájú de mizgázlan. Ezért azt mondja, a különbség nem ebben van, hanem abban van, hogyha időközben meghalt a tolvaj. Mámda, már de niha lejlény nincs, de lejlény gázlan, ham iszlé. Ha azt a véleményt nézzük, aki szerint azért az a háttér ennek az egésznek, hogy a tolvajnak érdeke, hogy ne nevezzék őt tolvajnak. Hát most időközben meghalt, tehát az érdek nem állt fönn. Mámda, már de niha lejlény likom nuszé, ha nem átolgább, de misz, niha lejlény likom nuszé. Ha viszont az a magyarázat, hogy érdeke, hogy hiteles embernek tekintsék, hát a halála után is érdeke. Szóval amúgy szép, karul lévnék, néigazlana. Szóval amúgy, na jó, de itt is, akkor most a történet végén mégiscsak a gyereke, a más nem akarnak, a gyerekeit úgy fogják nevezni, mint tolvaj gyerekei. Elejéköbben nájúdia havnömömatona. Mámda a mári néhelédeli kumnőszé, matonanámi néhelédeli kumnőszé. Ez a Talmud azt mondja, hogy nem, a különbség a két megállapodás között abban van, hogyha nem eladta ezt a lopott földet, hanem ajándékba adta. Ha azt a véleményt nézzük, hogy a cél az az, hogy hitelesnek tartsák, akkor az ajándékadásnál is ez az érvez fennáll. Mámda omár de lojnikra jogázlana, amely lejmáigazlana minnak, ha viszont az a célja, hogy ne nevezzék tolvajnak, hát ez a cél ez nem áll fönn, vagy ez a probléma nem áll fönn, mert ő ugye ajándékba adta, tehát semmiképp nem fogja tolvajnak nevezni a vevő. És ezért ez a különbség a két magyarázat között. Ennek kapcsán folytatja a Talmud, és azt mondja, psita, zábna, urta, vagy a havadmatana, lábla, kméla, kjárkabai, hogyha a tolvaj, aki ugye csalással eladta az ingatlant, később megveszi az ingatlant az eredeti tulajdonostól, és utána eladja, vagy örökölteti, vagy odaadja ajándékba valakinek, akkor biztos, hogy láblók még a kerkabai, hogy nem azért vette meg, hogy a becsapott vevőnél maradjon az ingatlan, és akkor ebben az esetben bizony visszakérheti az ingatlant, vagy vagy visszakerülti az ingatlant, az másik kérdés, persze a pénzt azt vissza kell, hogy adja. Naflevél Jerusha, ugyanígy, hogyha nem megvette ezt az ingatlant az igazi tulajdonostól, hanem megörökölte tőle, hogy Jerusha mélehív láb íjuk ha tarachabászra, akkor ugyanúgy, ugye, tekintve, hogy az öröklés az automatikus, tehát nem rajta múlott, nem az ő tevékenységén múlott, nem ő igyekezett azt megszerezni. Ezért ugyancsak nem mondhatjuk azt, hogy ezt azért csinálta, mert tisztázni akarta a helyzetet, vagy rendezni akarta a helyzetet azzal, akit becsapott. Gabi ubihajvai, hazinan ízle árach riszi, van már hájvaina aluk, mikán mekárka baj. Mi van akkor, hogyha egy tartozás fejében behajtotta ezt az ingatlant, tehát gyakorlatilag attól, akitől ellopta, attól behajtott egy másik vonalon ugye tartozást, és a tartozás fejében ezt az ingatlant hajtotta be, akkor megnézzük, hogyha úgy hajtotta be, hogy volt az illetőnek más ingatlanja is, és ő azt mondta, hogy kifejezetten ezt az ingatlant kérni, akkor lukmekaméne kerkabai, akkor az egészet nyilvánvalóan azért csinálta, mert a vevővel való viszonyát akarta rendezni. Illaj, Zuzeo de Barjaporui. Ha viszont nem, tehát nem kifejezetten ezt az ingatlant kérte mások helyett, akkor egyszerűen csak be akarta hajtani a tartozását, tehát akkor ez még nem azt jelenti, hogy azért csinálta, mert rendezni akarta a viszonyt a rászerelt vevővel. Jahvenni halibmatana, hogyha a meglopott eredeti tulajdonos ajándékot ad a tolvajnak, és ajándékba ezt az ingatlant adja, akkor Ráv Achaver Ravina Hádamar Matona Kérusa, de Hamem Meila, Ráv Achaver és Ravina, ez esetben vitatkoznak. Az egyikük azt mondja, hogy ez ugyanolyan az ajándék, mint az öröklés, hogy azért nem csinált semmit az illető. Hádamar Matona Kemecher, a másik fél viszont azt mondja, hogy az ajándék az olyan, mint egy eladás, mert hogyha nem igyekezett volna, és nem tett volna különböző szívességeket a tolvaj az eredeti tulajdonosnak, akkor nem kapott volna tőle ajándékot. És az, hogy kapott tőle ajándékot, és ugye azt megelőzte mindenféle szívességtétel, ezt valószínűleg azért csinálta, mert rendezni akarta a viszonyát a rászedett vevővel. Váde én ezt néha lédelő kumőben van oszai. Meddig mondjuk azt, hogy az egészet azért csinálja, hogy a hitelességét fenntartja. Amarafuna császámadabadin. Rafuna azt mondja, hogy ez csak addig tart, ameddig a bíróság elé nem állítják a tolvajt. Ha már a bíróság elé állítják, nem is annyira a tolvajt, hanem hogy az ingatlant visszaszerezze az eredeti tulajdonos, akkor addig azt mondjuk, hogy a tolvaj az próbálja rendezni a viszonyát. Abból indulunk, hogy azért csinál különböző dolgokat, hogy próbálja rendezni a viszonyát, hogy a hitelességét megtartsa. De hogyha már a bíróság elé állították, és az egész úgy már a bíróság előtt van, és az ingatlant hamarosan be fogja hajtani, végre fogja hajtani a bíróság, akkor nem mondjuk ezt. Hiabára van már, addem atad, ráftali addig. Hiabára szerint pedig addig, amíg a végrehajtási dokumentum a kezébe nem kerül az eredeti tulajdonosnak. Tehát nem addig, ameddig a bíróság elé nem kerül, hanem amikor már a bíróság dönt, és a végrehajtási dokumentum nincs a kezében. Paperem addem az halan jöjmáhrázta. Még tovább, azt mondja, még tovább, miután már a végrehajtási dokumentum a kezébe kerül, és már elkezdődtek a hirdetése a végrehajtásnak. Ugye a végrehajtás folyamatáról korábban már a Bává Kámá traktátusban részletesen beszéltünk, ez egy több lépcsős folyamat, és itt a három rabbi között az a kérdés, hogy a folyamat mely pontjáig mondjuk azt, hogy azért veszi meg az ingatlant az eredeti tulajdonostól a csaló, mert a vevővel, a rászedett vevővel akarja rendezni a viszonyt. Egy bizonyos ponton túl már nem mondjuk ezt, mert bizonyos ponton túl már annyira elromlott a viszony, mert annyira egyértelműen tolvajnak lehet tekinteni az illetőt, hogy nem nagyon van miről beszélni. És akkor a kérdés az, hogy ez mely ponton áll el. Mászképpen már, ha ma mindig hajlja kell, hogy mely kanila hajára behájistára, hászló válmó. Most visszatér Rambácsáma Háma az eredeti mondáshoz, és az eredeti mondás az volt, hogy Ráv ugye azt pászkánolta, hogy ha később megveszi az ingatlant az eredeti tulajdonostól a csaló, akkor tulajdonképpen beállhat az eredeti eladás, ami még egy csalás részeként történt, az beállhat az eredeti eladás révén. De hogyan? Ugye az eredeti eladás az egy szerződéssel történt, az a szerződés az egy darab cserép, semmit nem ér, hiszen akkor még nem a sajátjával kereskedett, nem a sajátjával adta el a csaló. Amelére a te helyben már mindaim. Bahú de lőjka, anna de lőjka, amár lemi dívek a szabihallé tarach, ma iszeli máknire. Rabbi azt mondta, hogy jogos a kérdés, de a hitelessége miatt, ha azt mondta a vevő az eladónak, hogy én bízom benned, hogy itt ezzel minden rendben van, akkor az a jó érzés, az a haszonélvezet, hogy úgy tudod csinálni, mint hogyha tényleg minden rendben lenne, bár nagyon nem volt minden rendben, hiszen nem a sajátját adta el, de ennek a kárára, vagy ennek az árára, vagy ennek a fejében pontosabban válik maga az eladás érvényessé később, amikor ő az ingatlant megveszi a valódi tulajdonosától. Masszév refse is, ez más írás, mert állam akkor a más. A kérdés az lesz, amivel most a Talmud foglalkozni fog, hogy azt látjuk más helyeken, hogy az ember nem adhat el olyasmit, ami még nem az övé. És ő ugye tulajdonképpen most szentesítünk egy olyan eladást, ami olyan szituációban történt, ahol még nem is volt az övé az, amit eladott, amikor azt eladta. Olyan Séses kérdezi, hogy a Brájtában azt mondjuk, hogy ha valaki azt mondja, amit majd megöröklök az apámtól, azt legyen neked eladva, amit felhoz a hálom halat, az legyen neked eladva, akkor mindezekben az esetekben az eladás nem érvényes. Ha viszont azt mondta, más írás, mint ábá, jöjjön akkor leho, más tanszal, jöjjön akkor leho, ha azt mondtam, amit ma öröklök az apámtól, az legyen neked eladva, amit ma felhoz a hálom, az legyen neked eladva, akkor az érvényes. Hogy miért érvényes, azt arra majd vissza fogunk térni, de most a lényeget nézve, az első rész ebből a brájtának kiderül, hogy nem lehet érvényesen eladni valamit, ami még nem az enyém. Amelában Bárháma, Halgávra ve hati ufta, azt mondta, hogy Bárháma, Halgávra ve hati ufta, na ez egy jó férfi és egy jó kérdés. Amely Ravra Kávra Kahazina, Tiufta Lőjka Hazina, erre azt mondta neki Ravra, na egy férfit látok, jó kérdés, nem. Haha számkadájt, vagy haha lej számkadájt. Haha számkadájt, de azért harag májszilejék, hívtelenik régazlan, haha lej számkadájt. Azt mondta Rave, a két dolgot nem lehet összehasonlítani. Az egyik helyen a vevő hagyatkozik rá. A másik helyen a vevő nem hagyatkozik rá. Az egyik helyen a vevő nem hagyatkozik rá, vagy hagyatkozik rá, mert bízik abban, hogyha valami csalás is volt, akkor is mindent meg fog tenni az eladó, hogy kiegyenesítse ezt a csalást. A másik helyen viszont nem hagyatkozik rá, ugye kiegyenesítse a csalást, hogy ne nevezzék csalónak és tolvajnak. A másik helyen viszont nem hagyatkozik rá, mert nem tudhatja, mert úgy van vele, hogy hát egyáltalán biztos, hogy örökölni fog, egyáltalán biztos, hogy a hálója fel fog valamit hozni, és ezért nem működik az eladás. Salkolok, amit rábjába bár zábda, amezú én a cichalifném. Amezú ravezú cichalif fanájvilifném. Lifnémile fanájvilifném. Rábjába bár zábda-nak elküldték ezt a választ, ő azt mondta, na ezt nem hozzátok be Jesivába, ez nem egy jó válasz. Rava viszont azt mondta, hogy nagyon is jó az a válasz, és hozzátok be a Jesivába. Haha számkadájta, haha számkadájta. Az egyik helyen, ahogy mondta korábban, hagyatkozik rá a vevő, a másik helyen nem hagyatkozik rá a vevő, és ez a különbség. Hábe úrdebe pubedita, ve úszvei, amele urabja iszep, zöjjönöcek lépni, amele a bájzócek lépni, amele fanájlépni. Ha aztán dájta, ha hallajszám, ha dájta, ugyanez megtörtént Pubeditában. Fölmerült ez a kérdés, és hozták ezt a választ, és a Jézsef azt mondta ezt a választ, ne hozzátok be Jesivába. Ez nem egy jó válasz. A báj pedig azt mondta, hogy nagyon jó válasz, és nyugodtan be lehet hozni Jesivába a választ. Májsne széfa. Ha már idéztük ezt a brájtát, akkor mi az oka annak, hogy a brájta eleje eltér a brájta végétől? A brájta elején ugye azt mondja, hogy amit felhoz a hálom, azt eladom neked, amit megöröklök apámtól, azt eladom neked, az nem érvényes, de hogyha azt hozzátette, hogy ma, amit ma megöröklök, az legyen érvényes, amit ma felhoz a hálom, az legyen érvényes, akkor az jó. Mi a különbség? Amara Béhnan szépen másodban, jaj. Nisunk vagy David? Ja. Azt mondta erre, hogy Béhnan, amikor azt mondja az illető, hogy amit ma öröklök az apámtól, az azért érvényes, mert ott tulajdonképpen már haldoklik az apja, már nagyon közel van a halála, csak az a halál apja méltósága miatt mondja így, hogy amit öröklök ma az apámtól, örökölni fogok ma az apámtól, de itt az annyira közel van, hogy az illető már tényleg elhiszi neki, hogy oda fogja adni neki, el fogja adni neki azt, amit meg fog örökölni. Más támít, hogy azt eljöjjön, nisunk folytaték hájabb, és amikor pedig azt mondja, hogy amit ma felhoz a hálom, ott pedig azért hisszük el neki, vagy azért fogadjuk el, mert tényleg a máról beszél, tehát a konkrét megélhetéséről, és akkor elhiszi neki, hogy tényleg ez annyira sürgős neki, és annyira fontos, hogy az elhiszi, és ezért hagyatkozik rá, és ezért az eladás érvényes. Amerre fúna, amerre állva, imere habeire is szadézusan önök járnak, se kahena, knúja lehame áksav kana. Azt mondta rá fúna Ráb nevében, hogyha valaki ugye az ezőzőkhöz hasonló eset, ha valaki azt mondja a fele barátjának, ez a ingatlan, vagy ez a föld, amit most én megvásárlok, amikor meg fogom venni, akkor az már váljon a tiéddé. Akkor így ez a ügylet, ez érvényes, és amikor megveszi, akkor valóban a fele barátjáé válik az az ingatlan. Amely Rabbi Stábremész Ráb Stamszade. Ábeszade Zulloj. Mié már de Zabin lény nihalé. Rabbi azt mondta, hogy ez mikor igaz, akkor, hogyha ezt úgy mondta, hogy az ingatlan, amit megveszek, az, amikor megveszem, váljon a tiédé. De hogyha ezt nem így mondta, hanem úgy mondta, ez az ingatlan, amit megveszek, akkor az nem érvényes. Miért? Mert egyáltalán biztos, hogy valóban el fogja neki adni az eladó, és ezért nem hiszi el az, aki ugye a harmadik fél, hogy valóban meg fog, feltétlenül létre fog jönni a vétel, és hogyha létrejön a vétel, akkor neki pedig tovább fogja adni. Velő híma már rá, a filoszadezú, és hát esküszöm, ez mondta Rave, Ráv nem így mondta, hanem úgy, hogy akár, hogyha úgy fogalmazott, hogy ez a föld, akkor is működik a dolog. Migdi Ráv, ki mánamról is májtei, ki Rabbi Meir. Ki szerint mondta Ráv, amit mondott, hogy még hogyha úgy is fogalmazott, hogy ez a föld, amit most majd megveszel, amikor megveszem, azt eladom neked, hogy ez így működik, és ez egy érvényes eladás. Rabbi Meir véleményét követi, de már adom már Davaslejbe Lejlam, de Rabbi Meir véleményét, aki azon mondta, hogy eleve az ember eladhat olyat, ami még nem az övé, vagy ami még nem is létezik. De tányai meli is, és kácsi láhás, és gájláhás, és gájláhás, és táfláhás, és táfláhás, és báláhás, és van még, én nem kudes, megkodes. Ugye, ahogy tanultuk a Kidusin, van az eljegyzés kapcsán, hogyha valaki egy olyan dologhoz köti az eljegyzését egy nőnek, ami még nincs, ami még nem jött létre, akkor a bölcsek azt mondják, hogy ez nem érvényes, ami miért azt mondja, hogy érvényes? Tehát ha valaki azt mondja, legyél a feleségem, miután betérek, miután te betérsz, miután felszabadulok a szolgastátusz alól, miután te felszabadulsz a szolgastátusz alól, miután meghal a férjed, miután a sógorod fölment a sógorházasság alól, miután meghal a nővéred, mindezekben az estekben nem működik az eljegyzés, a bölcsek szerint, Rabbi Meir szerint viszont működik az eljegyzés. Ha is, aki szad az udámja, Rabbi Meir megudás, és a nő ebben az esetben az olyan, mint a mi esetünkben az ez a föld esete, és Rabbi Meir azt mondja, hogy a nő esetén érvényes az eljegyzés, akkor ugyanígy ennek alapján mondta rá, hogy ez az eladás is érvényes. Ammár Smuel, a möjcös tárháknál besók. Most ugye a Talmud visszatér a Misnánk, a 12-es lapoldalon található Misna alaptéziséhez, ami arról szólt, hogy ha valaki talál egy váltót az utcán, akkor azt vissza kell-e, hogy adja a váltó a megnevezett hitelezőnek, vagy sem. És ennek kapcsán egy hasonló kérdésről beszél Smuel, amiről Smuel a möjtéstáknál, és sok járzirai lebájli. Smuel azt mondta, hogyha valaki talál egy egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló dokumentumot az utcán, akkor azt adja oda a hitelezőnek. Miért? Dímisum de kasszabdiló, és a válsább, egy návsémisum. Ha attól tartanánk, hogy esetleg megírták a szerződést, soha nem jött létre az ügylet, tehát nem adott kölcsön neki a hitelező. Ugye ettől kell tartunk, mert ugye ez egy egyoldalú kötelezettségvállalás, ami arról szól, hogy független attól, hogy létrejön az ügylet vagy sem, ő köteles. Ím is unpiran, lehás jön a piran, de így iszad a párimákre, havali karali. Ha pedig attól tartunk, hogy esetleg létrejött az ügylet, kölcsön adott a hitelező, de az adós visszafizette, akkor meg nincs mitől tartanunk, mert attól sem kell tartsunk, mert Ha valaki visszafizette volna, akkor biztos, hogy visszakérte volna ezt a szerződést, és azonnal széttépte volna. Amrem Nachmen, Abomin Száfri de Jani de Másmuel Habe, Vávinova, Vávina, Kebársita, Kebárseva, Utharjana de Habe, Machrezeive, Amri, Hanni, Starik, Nezd, és Ákor, Sukan, Edelem Rájó. Azt mondta Reb Nachmen, az én apám az egy bírósági írnok volt, Smuel bíróságán, és emlékszem, hogy 6 vagy 7 éves voltam, és emlékszem, hogy azt mondták, hogy ha talál valaki egy egyoldalú kötelezettségvállalást az utcán, azt vissza kell adni a hitelezőnek. Amra vámram áfalnak tanulja, majszó ézdő, ha réze jákszér. Ávalója, ha sinulek, hogy raj, azt mondta, vámram, mi is úgy tanultuk, hogy minden bírósági döntvényt, ha találnak az utcán, vissza kell adni a hitelezőnek. Miért? Hát azért, mert nem tartunk a visszafizetéstől. Amel leirem, zeirem, azt hiszem, és tarjhat talvád ráhta, de lábnépi rajninhu. Erre azt mondta, hogy zéra, ez egy félreértés, mert itt egy bírósági döntvényről van szó, és ez nem feltétlenül egy egyoldalú kötelezettségvállalás, amiről eddig beszéltünk, hanem ez lehet, hogy egy halto, vagy egy adráhto. Ugye a drachta az a végrehajtási dokumentum, korábban már tanultuk, de a bíróság kiad, hogy végre lehet hajtani az ingatlanból, az adós ingatlanjából a hitelező javára. A chalta, az pedig egy olyan dokumentum, hogy a bíróság kiad egy végrehajtott ingatlan kapcsán, a bíróság kiad egy dokumentumot a hitelező számára, hogy ez azzal igazolja, hogy egy bírósági végrehajtás révén került hozzá az ingatlan. Most ezek ugye nem olyan dokumentumok, amelyeknél fölmerülhet az, hogy esetleg létrejött a fizetés. Ugye? Általában egy változás azért merül föl, hogy esetleg ne adjuk vissza, vagy ne adjuk oda a hitelezőnek, mert lehet, hogy már kifizette az adós, és az adóstól veszett el a dokumentum. De ezeknél a dokumentumoknál ez a probléma nem merül föl. Mert ezek nem olyan dokumentumok, amelyekkel be lehetne valamit hajtani. Ugye a dráhtoval csak azt az ingatlant lehet behajtani, tehát akkor azt behajtotta. Ha meg nem hajtotta be, akkor most behajthatja. A halta az meg egy ilyen utólagos dokumentum, ami egy bizonyos állapotot rögzít. Amerav leve hanni láv lépira ninhu, a hamrin áldal, suma hadar, át részer járhessáda. Rave azt mondja, hogy ez egy félreértés. Nem igaz az, hogy ezek nem, az ilyen típusú bírósági dokumentumok azok nem olyanok, amikkel valamit be lehetne hajtani. Mondjuk tévesen, vagy másodszor is. Hiszen azt tanultuk, hogy egy olyan ingatlan, amit egy adósság fejében behajtott a hitelező, az 12 hónapig még visszavehető az adós által, hogy az adós pénzt fizet helyette a hitelezőnek. Tehát akkor ezeknek a dokumentumoknak igenis van, lehet téves használata, mert tegyük fel, hogy beirehajtja az ingatlant, jön az adós és visszafizeti a pénzt, visszakapja az ingatlanját, és nála marad, már a hitelezőnél marad a végrehajtási dokumentum, és újra be tudná hajtani az ingatlant, pedig már nincs is tartozás. Amara Mémar annam nárda, anna oszfirelére suma haderlajla. A Mémar pedig azt mondta, hogy nem csak 12 hónapon belül, hanem örökre visszakérhető és behajtható az ilyen végrehajtás általi ingatlan, az örökre visszaszerezhető, hogyha egyszer kifizeti az adós pénzben azt, amivel tartozik. Erre amely Rave haszamhányi tájmid amri ivad de abszidnap sejt binded a parjába elére mikor stájjai én márknak stájjai lali. Ezért azt mondta Rave, hogy nem ezért nem tartunk attól, hogy már ki lett fizetve, és ez egy téves újrahasználata lenne a dolognak, hanem azért, mert az az adósnak a hibája, hogyha ő kifizette, visszafizette az ingatlant, vagy a hitelt, és nem ügyelt rá, hogy széttépje a végrehajtási dokumentumot, akkor az az ő hibája, vagy legalábbis nem is széttépi a végrehajtási dokumentumot, egy másik dokumentumot kellett volna, hogy írasson, amiből kiderül, hogy ő már fizetett. És ha ezt nem tette, akkor az ő hibája, vessen magára, és ezért emiatt nem tartunk. De mi dina árölői bajlom, mi hidár. Musundál szaszalja, sovátövélás sem, hudamra bonant, hádar hilkakmén és udak az avi, vagy mikta sárzbini. Ugyanis eredendően különben egy végrehajtás által behajtott ingatlan nem lenne visszakérhető, csak a rabbik döntöttek úgy, hogy mégis legyen visszakérhető, azért mert, ahogy a Tóra írja, és viselkedj az egyenes és, és a jó szerint, ami az örökkévaló szemében van. Tehát azt mondták a bölcsek, hogy hát egy ilyen extra méltányosság okán legyen meg a lehetőség visszaadni. De hogyha így visszaszedi az adós az ingatlanját, akkor ez tulajdonképpen olyan, mint egy vásárlás, tehát akkor egy adásvételi dokumentumot kellett volna, hogy csináljon, és ezzel a dokumentummal tudnál bizonyítani, hogy egyszer már végrehajtották rajta ezt az ingatlant, és nem lehetne újra hasznosítani a már egyszer használt végrehajtási dokumentumot. Ibaile, hogy michtas stárzvinni, gábés tárhely, oké, ibaile, miért stárzvinni, gábés tárhely, már hikalemé már. Íme azt, hogy a párja bajlen mikrej, listárej, émúl és tamutik, amis támetlej. De amely maharja havni lafda hásta lészeg a baj, nem ér, sőt, ez ha viszont ez így van, akkor a váltónál miért tartunk mégis attól, hogy esetleg már ki lett fizetve az adósság? Miért nem mondjuk ugyanezt, hogy hát vessen magára, szét kellett volna tépje a váltóját, hogy kellett volna írjon egy másik dokumentumot, amiből kiderült, hogy már vissza lett ez fizetve. Azért, mert ebben az esetben fölmerül annak az esélye, hogy a hitelező feltartotta, vagy húzta az időt, és végül is elmagatalizálta, obstruálta a visszaadását a dokumentumnak, és azt mondta, majd holnap visszaadom neked, vagy az is lehet, hogy nem akarta a hitelező odaadni a dokumentumot, mert azt mondta, hogy a dokumentum írásának a költségét előbb fizesse ki az adós, és ezért a végén tőle veszett el a dokumentum, és most, ha újra visszaadnánk neki, akkor azzal tévesen újra behajthatná